A friss házasoknak mindig elmondják, hogy a házasság első éve lesz a legnehezebb. Ez teljesen igaz volt Tom és Corinne esetében, hiszen házasságuk első évében nem volt állásuk és pénzük is alig. Amikor Tom és Corinne Dinegri 2007-ben összeházasodott, várakozással és bizonytalansággal tekintettek a jövőbe, mert Tomot alig egy hónappal az esküvő előtt elbocsátották. Körülbelül másfél évig semmi bevételünk nem volt, küszködtünk. Nagyon sok pénzt felemésztett. Tovább keserítette a helyzetet, hogy Corinne, aki kanadai, nem vállalhatott munkát, mert ekkor még nem kapta meg az amerikai állampolgárságot. A házas pár a 700-as klubtól nyert bátorítást. Szükségünk volt a pozitív történetekre. Isten cselekszik, még akkor is, amikor a dolgok nagyon rosszul állnak. Ennek ellenére elhatározták, hogy adakoznak a CBN-nek. Tetszik a CBN. Bizalommal adok nekik pénzt, és meg vagyok róla győződve, hogy jól használják fel azt Isten munkájában. Jól csinálják. Tom hónapokig nem talált állandó munkát, és egyre frusztráltabb lett. Féltem, rengeteget aggódtam. Igazából már szinte az aggódás lett a normális. Nagyon meggondoltunk minden cent kiadást. Kiiktattuk a nem szükséges dolgokat. Végül azt mondta Corinne-nak, abba kell hagyniuk az adakozást. Ennyi. Meg kell húznunk a nadrágszíjat. El kell hagynunk minden apróságot, minden kiadást, meg kell nyírbálnunk a végletekig, beleértve CBN-t és mindent. Azonnal elkezdtem imádkozni, mert tudtam, hogy ez minden, amit tehetek, és kértem Istent, hogy munkálkodjon Tom szívében, mutassa meg neki, hogy ő tölti be szükségeinket, és amikor adunk, be tud avatkozni, és megoldást ad. Tom még aznap meggondolta magát. Először is átadta az anyagi helyzetét Istennek. Ezután az adakozás megszüntetése helyett úgy döntött, hogy még többet ad. Interneten keresztül azonnal megemelte a CBN-nek szánt összeget. Jelentős elkötelezettséget tettem az Entergom megnyomásával, mert a $100 átutalást jelentett minden hónapban. Jóvá hagytam, elküldtem, ezzel pedig egy csodálatos változás indult el. A kétségbeesés és anyagi szükség terhe helyett felhatalmazott lettem. No, még mindig ugyanabban a helyzetben voltam, jogosult lettem az adásra. Az adók oldalára kerültem. Adakozó lettem. Amikor Tom azt mondta, adakozzunk még többet a 700-as klubnak, azt mondtam, ez igen, ez az. Isten egy új karrier ajtaját nyitotta meg Tom előtt. Üzleti elemző lett. Azzal kezdődött, hogy felfedezett egy ingyenes online főiskolai kurzust. Elvégezte a kurzust, majd elnyert egy magas fizetésű állást. Ahogy elkezdtem dolgozni, kiderült, hogy valamennyi képességem, valamennyi munkatapasztalatom teljesen ehhez a munkakörhöz illeszkedik. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet. Néhány hónap alatt Tomot háromszor is előléptették, amivel fizetésemelés is járt. Tom és Corinne az adakozás melletti döntésükben Istenbe helyezték bizalmukat. Ennek egyetlen oka van, mégpedig az, hogy akkor átadtam az anyagi életünket Istennek. Én egy sáfár vagyok. A fordulópont az volt, amikor oda tettem a kezemet a billentyűre, hogy havi $100 fogok adakozni. Ez a hit cselekedete volt. Emiatt az egyszerű hitből való lépés miatt kedvez nekünk ennyire Isten.